Sziasztok, Juhász Tamás vagyok, ez itt a Photoshop világa videós tesztrovat. Első videómban az X-Rite termékét, a Color Checker passzpörtöt fogjuk bemutatni, így néz ki a doboza, illetve maga a termék pedig így néz ki. Ez egy elég kis méretű eszköz, egy elég erős műanyagházban van védve maga a színskála, illetve a szürke tábla rész. Ezt így kinyitva, bezárva bármilyen szögben tudjuk nyitogatni, illetve zárni, le tudjuk bárhova rakni, és akkor olyan szögben tudjuk állítani, ahogy éppen fotózzuk mivel ezt az eszközt. Doboz felbontása után találkozunk magával az eszközzel. A közepén található egy rész eszkrényt benyomni, és akkor tudjuk kinyitni az eszközt. Itt látható, hogy van két színskála is, ez a szabvány színskála, illetve egy ilyen kreatív színskála, illetve a hátsó, a harmadik fogban található egy fehér egyensúly állító rész is. A kreatív részben van néhány szín, illetve a fehér egyensúlyoknak megfelelően állíthatjuk be, hogy éppen melegebb vagy hidegebb színtónust akarunk. Ezt egy nagyon egyszerűen a pipettával állíthatjuk be, hogy melyik részt szeretnénk mi fehérnek látni. A szabvány tesztábla segítségével pedig különböző fényviszonyok között a tesztáblát lefotózva, majd ebből DNG profilt készítve beállíthatjuk az éppen aktuális fényviszonyoknak megfelelő fehér egyensúlyt. Ez nagyon látványos, mint láthatjuk majd később, eléggé megváltoznak majd a színek, illetve jobban látszanak majd ezek a kis színek is a tesztáblán, és a fotónból is több színt tudunk elővarázsolni. A Color Checker harmadik részében pedig egy egyszerű fehér egyensúlyállító kis rész van, amivel bármikor mi állíthatjuk be azt, hogy milyen fehér egyensúlyt szeretnénk, illetve az adott körülmények között mutathatjuk meg a fényképezőgépeknek, hogy mi is a fehér. A Color Checker passzport eszközt ajánlom mindenkinek, akár szabadtéren, akár stúdió körülmények között fotóz, hiszen ezzel az eszközzel lehetőségünk van arra, hogy különböző fényviszonyok között beállíthassuk a helyes színeket, csak le kell fotóznunk magát az eszközt, majd a későbbi feldolgozás során egy kattintással beállíthatjuk, hogy színhelyes képet kapjunk, illetve a másik részével akár mi állíthatjuk be azokat a helyeket, pontokat, amiket úgy gondoljuk, hogy a színegyensúlyt kedvezően eltolják. A Lightroom segítségével a már elkészült fotóból DNG profilt készítünk. Fontos, hogy ezen a képen rajta legyen már a tábla, hiszen ennek segítségével fogjuk a Color Checker ez adott programmal megmutatni, hogy hol vannak ezek a színek. Ezt a DNG profilt behúzzuk a programba, majd megvárjuk, hogy a program felismerje azokat a pontokat, amik között találhatóak ezek a négyzetek. Ha ezt nem ismerné fel, akkor mi is megadhatjuk ezt a négy pontot. Nem az szerencsére felismerte. Ha ez megvan, akkor lementjük ezt a profilt egy olyan helyre, ahol már látni fogja a Lightroom. Megvárjuk, amíg lementi, és aztán megnyitjuk a Lightroom-ot. Ha ez kész, akkor ezt leokézzük, illetve megnyitjuk a Lightroom-ot. A Lightroom-ban a kamera kalibráció menüben, itt már meg is van adva az Adobe standard színprofil, de most, hogy beállítottuk a másikat, egyből látszik, hogy megváltoztak a színek a táblán. Ha most visszaállítjuk, akkor még egyszer jobban látszik, igen. Illetve látszik a flakonon is magán, megváltoztak a színek. Most ugye a módosított szín van bent, ha visszaállítjuk a standardot, akkor látszik, hogy teljesen máshogy fotózta le a fényképezőgép, és valóságban is jobban hasonlít erre, illetve erre hasonlít, nem pedig arra, amit a fényképezőgép látott. Itt megnézhetjük a táblával együtt is a változást, tehát látható, hogy
hogy jó néhány szín erőteljesen megváltozik. A mintaképeken láthattuk azt, hogy milyen eredményeket is tud elérni ez az eszköz. Látható volt, hogy elég nagy eltéréseket tud mutatni egy egyszerű színegyensúlyállításos kép után, illetve egy olyan után, amit már ezzel az eszközzel kezeltünk. Az ára egy kicsit borsos, ez a 29.000 forintos vételár talán soknak tűnhet, viszont már mint egy szürke táblához képest, viszont elgondolkodtató, hogyha többféle körülmény között fotózunk és színes képet akarunk. A lényeg az az, hogy nagyon gyorsan, hiszen egy kattintással például 30-40 képet, vagy akár több száz képet is, attól függően, hogy milyen körülmények között készültek, egy kattintással átállíthatjuk a színegyensúlyát, mint persze eddig is meg tudtunk tenni, de most már biztos, hogy színhelyesen. Köszönöm mindazoknak, akik a mostani teszten velem tartottak, viszont nem csak az a fontos, hogy a fényképeink színhelyesek legyenek, hanem az is, hogy a monitorunk, amit megnézzük, az is színhelyes legyen, ezért a következő tesztben a Datacolor Spider Express 3-as termékét fogjuk kipróbálni, akkor is tartsatok velünk. Sziasztok!